2019. május 21. Az a komp egyelőre a cél. 655-ös úton vagyok. És hát indul a aktuális biciklitúra. Ott állok lenn annál a vízi erőműnél. Itt helleszült fölött 5 kilométerrel, 200 méterrel a tenger fölött. Tadám! Szevasztok! És akkor Uzsgyi arra fölfelé. Egyszer nagyon régen voltunk erre autóval, és nagyon jó kis vidék lesz, majd meglátjuk. Már nem nagyon emlékszek rá, csak az maradt meg bennem, hogy ilyen kis vad. Szép völgybe fogok menni. Úgyhogy majd mutatom térképen is, hogy merre járok. Bicikli, remélem minden oké, felszerelve, minden van. Menet közben kiderül. Na, jöttem 70 méter szintet, aztán már vetkőzöm kell, mert itt pusztulok el a melegtől. Hú, nem süt a nap, de azért jó idő van. Egyetlen jó. Na most jól érzem magam. Széles az út, új. Hoppá, és még pad is van. De most nem vagyok éhes. Bal oldalt ez van. Végre valahára zöldel már minden. Lassan június és... Későn akaródzik éledni. Lesz egy-két szép dolog majd ezen az úton. Majd mutatom. Itt az első kép közepén. Majd még jövök később. Kettő hetvenen vagyok. 1,2 kilométer. Elvileg ez egy kisforgalmú út. Remélem így is maradt ez így 10 év alatt. Kb. Akkor voltunk itt. Na, kamion. Most nézem ott szembe a hegyen. Az lenne az út. Akkor visszafordulok. Erre nem emlékszem. Igazából elég hirtelen jöttem. Nagyon főkészülni nem volt időm. Ez egy ilyen körtúra. Meglátom, hogy bírom. Le lehet vágni egy kicsit. Úgy is körbe lehet menni. Kompot megnéztem most, amit érintek, az mikor megy. Egykor, kettőkor, háromkor, tehát az valamelyiket el kell érnem. Ú, de jó kis folyó, ú, de lelassul, ó. Tiszta fürdés. Lecsábító. Nem az az úbógós, hanem itt. Tessék látni. Be van lassul. Szerintem van egy másik ága is ott a túloldalon.
Most meg van áradva. A susnyás között. Ah, de jó. Pont viccajozásra való idő. Azért jövök, már csak 6 hét van vissza, sőt már annyi se. 5 és fél és... Most erre a 2 napra még úgy, ahogy jó időt mondtak. Ki tudja később mi lesz. Meg hát sűrűsödik a program. Úgyhogy ez azért. Úgyhogy lehet, hogy ez már az utolsó viccaj túrám Norvégiában. Úgyhogy ennek jó kéne sikerülnie. Mindjárt ide érek a... Ez az lehet? Most majd gondolkodok, hogy ez az-e a hegy csúcs. De azt tudtommal az egy csúcs, nem dupla. Pedig ilyesmi karakterisztikájú. És ugyanígy jön mellette le a vízesés, és meredek, mint az atom. De hát majd ki lesz írva, mert túraút az vezet rá. De úgy emlékszem, hogy nem volt mögötte ilyen hegyhát ott, ami fehér még. Ú, de jó kis utacska! Uhuhuhu! Oj! Remélem majd tévé előtt is élvezhető lesz. Szél minimális, szerencsére. Az út az király. Annak idején nem volt ilyen. Ez látszik, hogy nem régi. Nem, az út az nem oda visz fel, nem. Nem emlékszik innen emelkedőre, vagy lejtőre, attól függ, honnan nézzük. Azt szerintem csak oda visz valahova, valamiért. Olvad a hó. Végérvényesen. Megeszem a napi csoki adagomat. Jó, mi? Hogy sírnak a hegyek. Partakokba folyik a könnye. Most van egy kis jégdarab is. Nem tudok betelni vele. Annyira jó ez a vidék. Most az vár rám arra. Atya-gatya. Baromi jó. Ezt még meg is lehet mászni. Van ide túraút, és akkor itt van ez a lecseres, bele se fér. Oh. Fú. Nem véletlen tetszett ez 10 éve is. De még lesz jobb is. Uh-huh. Most nézzétek meg. Végig lehetne forgatni ezt az egész utat. Most még ilyen kis nyílt, széles a völgy, de majd beszűkül. Majd azt kell sasolni. Igazán. Az már ilyen gyűrűkurás. Jelenetbe illő, vagy trónok harcás. Most az a sláger, annak idején hú de menő volt a gyűrűkura. Na, én nagyon bírom. Jó kis film, meg kéne nézni. Így nagy vásznon, fú. Igazi hangol. Jaj.
Hát, majd eljön az ideje. Hát most van egy aszfaltcsík, gyönyörű zöld, néhol hófoltok, hát ez eszméletlen. Ó, én és a természet. Köszi család a kitartást. Amikor ilyen túrákra eltűnök. Hát azért csinálom ezeket a videókat, hogy később majd élmény legyen visszanézni. Oda néz. Itt egy tó. Emellett fogok. Itt meg is állok. Van egy ilyen parkoló. Itt a régi híd. Belegondolunk ezen a hídon, vagy ezen a kis útszakaszon. Közlekedtek annak idején az emberek 200 évvel ezelőtt, de lehet, hogy még 100 évvel ezelőtt is. Itt szekereken, vagy szánokon jártak át, jaj. Nagyon jó. Itt, ahol vagyok, még ugyanott, ahol az előző jelenetben. Itt van egy ilyen kis túraút, ide fölmutat. És most ugrott be, hogy annak idején a Szabinával ott jártunk, majd biztos emlékszik rá, ott a, ahol leér az a vastagabbik vízesés. Odáig fölmentünk. Ahogy előjönnek az emlékek. Gyönyörű. De akkor ősszel voltunk erre, akkor sárgálott minden. Oh, ilyen zöldes, sárgás, akkor ilyen szeptember. Max október lehetett. Nem bírja az ujjam lekapcsolni a videót. Hát, eszméletlen. Itt van ilyen infótábla. Hát térképen jobban meg tudom mutatni. Itt vagyok. Itt elolvastam a szöveg, innen jövök. Itt van Helleszült, itt eljöttem ideáig autóval, és itt a kereszteződés váltam, meg itt van a Kraftwerk, és akkor innen jövök biciklivel, és itt vagyok. Azt így egy 300 méter legmagasabb pontja az útnak, és 1800-as évek második feléből épült a jelenlegi út. Nem tudom, mi az a kék. És akkor ide lejön a fjord kezdődő része ez, és akkor ott kijön a fjord mellett, és akkor ott van a komp. Látszik az ujjamtól. Ennyi. És akkor, hogy itt vannak ilyen régi házikók, ilyen hűték. Vannak régi képek. Hát most nézd, minden, nem tudom mi, mint egy barlang, ott van benne a nő. Ki se látszik. És megmutatom valójában, hol vannak ezek a kis házikók. Itt a kövek között. Alig látszik. Ott van. És van több is. De annyira el vannak rejtve. Eszméletlen. Ó, ott is van egy az. Szerintem újabb. És ott is milyen hegyek vannak, eszméletlen. Itt írja, hogy mekkorák vannak. Itt 1700 méteres
hegyek vannak, arra lesznek inkább lejjebb. Nagyon jó. Közben meg vannak ilyen pattogások. Lehet, hogy hallani is. Ahogy esnek le a kövek, meg a... Hát inkább a kövek. Ó, az már nem nagyon. Másik tábla. Van egy csomó híd, régi híd. Még régen itt nagy állattartás volt, azt írja. Legfőképpen tej. Termelés, meg a hús, ugye. Ilyesmi. Hát ott le is lehet menni, van ott egy út. Pedig ez egy jó nagy hóomlás volt. De mivel előkapom a kamerát, ott még talán látszik, hogy folyik egy kicsit. Jó hangja volt. Hogy lehetett itt élni? 150 évvel ezelőtt. És van egy-két ház még helye, nyoma. Az itt mesélni tudna ez a vidék, milyen szép ez a tó. Így, hogy kisütött a nap. Ez olyan táborozó hely, hogy ilyen a mesében nincsen, komolyan. Nyugodt tó, kristálytiszta vízű. Füves. Ott a fölötte alpesi legelő. Háj, de jó. Bocs, de nem tudok betelni vele. Azon jár az agyam, hogy itt maradok, aztán itt sátrazok. És jöttem 10 kilométert. Hát ennél jobbat?
Hát most ezt nézd, de... Hát itt milyen sátrat lehet verni? Ott már valaki rakott is tüzet. Milyen jó ez az... Ahol még ott át is lehet menni azon az átfolyáson, és még a túloldalt is lehetne sátrazni. Milyen mutató, merre megy az út? Hát erre. Most már csak lefelé. Ó. Komolyan mondom, nehogy megbánjam, hogy tovább megyek és arrafelé sátrazok, amerre tervezve volt. De hogy ilyen nem lesz, az biztos. Csak nehogy megbánjam. De hát körtúrára jöttem, most 10 km után álljak meg. Na ki az a hülye, aki ilyen helyet itt hagy? Nem hiszem el. Oda néz. Mindenhol folyik le a víz. Hát ez jó, ha van 2 fokos. 3 ez a víz. Ilyen a hóvölgy, ahonnan jövök. Még mindig nincs vége. Hát ez gyönyörű ez a hely. Jobb, mint amire emlékszem. Ez teljes minden van itt most bemutatva. Zöld tó, folyó, hó, napsütés. Aj, de jó. Ezek a zöld sziklák is itt. Aj, gyönyörű. Kicsit veszem menet közben. Addig a tábláig. Aha, nem csak az a 4 házikó volt, hanem még itt is vannak. Na, ilyen cukik, nem? Akár még sátor nélkül is lehet, hogy meg lehetne szállni valamelyikbe. Na, közeledek a szlogen felé, az 1564-es csúcs felé. Ez mit mutat ez a tábla? Stolberg Setra. Ja, hát ezeket a kis kumbókat. Jön néni a tehenet. Jézus atyám, itt értek emberek. Években. Azt mondja, hogy 1950. Jaj, de szép. Most egy ilyen tóba fürdeni? Nem fürdeni? Ez a vétek. Honnan jöttem? Elég lett volna csak erre az útra túrát tervezni. Ha tudom, hogy ilyen jól néz ki. Azt mondja, don't stop. 800 méter. Hát nekem ezt pont most fel kell vennem. Hogy én miért ne álljak meg itt. Hát pont meg fogok állni.
és pont meg fogom mutatni, hogy mi a fene van itt mellettem. Itt teljesen összeszűkül, szinte összeér a két oldal. Ha itt is szikla lenne a jobb oldalt mellettem, akkor itt lenne egy ilyen 50 méteres szűkület. Brutálisan jól néz ki. Ilyen függőleges van itt szembe velem most. Csekély. 1000 méter. Valamennyi. Csak így. De jó néz ki. Ez a sziklafal. Bele se fér a kamerába. Aha. És a jobb oldal is sziklásodik. Azért nem szabad megállni. Hát nem állok meg, de ezt vennem kell. Most mutatok egy kis adatokat közben. Hol van? 12,6 km eddig. A másik óra szerint 12. Jó, mi? Az egyik a elvileg kerékre rendesen be van állítva, a másik a GPS-es. A GPS-es mutat többet. Óha. Azért ezt leszehették volna. Ez itt nem tartja semmi mögött, vagy fölöttem ezt a kőkockát. Esnek is le azért kövek, itt látszik az aszfalton. Na. Ez volt a veszélyes rész. Azt sem tudom, merre nézzek. Komolyan meg kellene állni és kibámulni magam. Lehet, hogy már túlzásba viszem ezt a de szép az a szoros is. Ezt az ömlengés, de hát nem lehet megállni. Ilyen szép rész így a 12 év alatt nem sokat láttunk. Biztos van még, amit nem fedeztünk fel, hát hatalmas Norvégia, de ahol mi jártunk, azok közül ez az egyik legszebb. Szerintem ez a csúcs az, amiről meséltem korábban. Csak így futólag. Ez a szlogen lehet, 1564 méter az a csúcs ott. Az. De majd közelebbről megnézzük, mert ahol itt alul fog fölmenni a túraút. Nem irigylem azt, aki ennek innen nekivág. 1500 méter. Szinte, mert most vagyok 192-n, hát és megyek lefelé, hát egy olyan 1400-at biztos, hogy kell mászni. Itt föl az erdőbe, ott van a vízesés mellett, és akkor ott főcsapat valahol azon a gerincen arra szépen. Jaj! Áf! Én régebben még szemezgettem vele, aztán az utóbbi években már letettem róla, hogy én erre nem vagyok képes. Azért ez már szerintem veszélyes. Számomra legalábbis. A túloldalán, itt ennek a hágónak a túloldalán le lehet jutni gyorokszerrel strandába. Ilyen családi túrát azt terveztünk mi ott. Van egy elég komoly hütte. Jó pár ember befér, de mi sátrasan terveztük ott. Ide is le lehet menni a folyóhoz. Kafa. Na, még jövök. Majd a szlogen alól. Megvagyok.
Itt leértem, itt van az út fönn, itt párhuzamosan itt van egy ilyen kis lejáró, egy ilyen kis félsziget a tóba. Én még nem tudom, hova lehet überelni ezt a túrát eddig. Látni lehet, milyen kafa. Jobbról-balról víz, kifut egy ilyen kis félsziget. És itt van egy ilyen sütőhely. Egy üldögélőhely. Meg arról nem is beszélve, hogy milyen jót lehetne itt fürdeni. Mondjuk ilyen nagy kövek vannak, de... Jaj. Hát vagy az a szlogen. Majd kiderítjük. Lehet, hogy az. Hát sanszosabb, hogy az. Majd. Meglátjuk, de... Nem mondok már semmit. És itt is, ha éhes lennék, ennék egy jót. De megyek tovább. Még az esti kompot se érem, ahogy haladok. Adatok 13 km. Max 46 sebesség. 1 órát tekertem tisztán. 138 méteren vagyok. Tehát onnan föntről jöttem, látszik a diagramon. Hogy? Most ugye 0%. A felfelé 118-at mentem még az elején, aztán... Max climbing 8%. Átlagos 4% volt, lefelé 161-et jöttem eddig. Ha. Jaj, haj. Csúcs. Azt mondja ez a tábla, amikor volt itt egy nagy hegyomlás, és megcsinált ezt a tavat, itt ellepett egy-két tanyát. És itt írja, hogy hogyan lehet búvárkodni a közelébe. Itt látszik is róla a kép. Itt a kis térképen, hogy hol vagyok, itt van Helleszült, innen jöttem az autótól itt végig, és itt vagyok, és ide megyek, és itt a szlogen. Tehát most akkor kiderült, hogy ez az innenső hegy, ez a Smörskretindane, ez 1631, az mégpedig ez. Ez a Smörskretindane, és akkor utána jön az a következő csúcs, az a havasabb, az a szlogen. Ja. Hát remélem látszik valami, ott van a, nem tudom, a kerítés, vagy mi lehet, de itt vannak a ház alapjai, sőt még a deszkák is megvannak, hogy összeomlott. Ha. Hát nem, nincs mélyen, de itt vannak a háznak az alapjai. Ha. Tehát ez a rész záródott itt el. Azt írta, hogy van itt egy ilyen 12 méter magas kő darab, az a legnagyobb. Nem tudom, hogy látszik-e majd bal oldalt az útnak. Ott a szlogen fönt, az a csúcs az. 12 méteres, hát ezek a kövek, ezek akkor jöttek le, 1908-ban.
Rüsztálen. Itt van-e? Ez az a kő. 1908. május 26. Gangerol. Ha. Arra szép ez az út. Na, az a szlogen. Ez lenne a szlogen. És ha jól látom, ott van egy ember. Most meglátjuk, hogy... Közelítem, hogy tényleg embere. De annyira nem tudunk közelíteni. Ott azt a fekete pontot látni. Ott középen, a képernyő közepén. Aztán lehet, hogy nem. Őrület oda fölmenni. Na, és akkor ide beérek, Ője faluba. Itt lesz a fjord. Vége. Jó, ott mekkora vízesés van, te jó ég. Majd közelebb érek, biztos csinálok róla képet. Balról madárcsicsereg, jobbról a patak zúg. Na, megjöttem a szlogen parkolópa parkolójába. Nézem, mi van ezen a táblán. Aha, 50 korona. Meg is se lepődök, hogy elkérik érte a pénzt. És be van videózva. Még azt is elkapják, aki blitzelne. Nem is tud róla. Aha. Itt van hátul ez a Pacselhütte nevezető, ott sátraznánk itt a hágó mögötti résznél. Itt az a, az a csúcs, az a batár, jól néz ki. És akkor a szlogen meg innen balra. Aha, innen is megy fel út. Nagyon jó. Megy ott fönn a... azon is. Meg valahol itt is nekiugrik. Jól néz ki. Na, fölveszem a híres, nevezetes Ője hotelt. Tessék, lássék. Helye a Honda kiállítás. Híres. Híres hotel. Ilyen régi módi. Így is ebben vagyon lehet. Na, most jól látni a... Annak idején itt emlékszek, hogy volt egy WC-s parkoló, tök hangulatos. Ott a kanyarba. Itt jobban fúj a szél, kinyit a völgy megint.
körbe mindenhol hegyek, szembe is hatalmas hegyek, nem fogynak el. Arra hátul, onnan jövök. Hát ez kafa. Megmutatom, teszek egy karikát itt a csónakházakat. Csak ennyi kitérőt teszek, mert itt van egy kutya, és nem akarom, hogy megegyen. Úgyhogy ennyi volt, megyek tovább a kompra. Ja, víz felől fúj a szél. Remélem azért hallani belőlem valamit. Nyolc kilométer, azt írja a kompra. Na, teljesen ide kijövök. És fönt van a víz. Hoppá! Hoppá, hoppá, hoppá. És itt megy a parton majd az út. És az a helyzet, hogy megpróbálok hajtani, elérni a kompot, mert ha nem, akkor egy órát kell várnom. Jobb lenne azt már túloldalon tölteni, ezt az egy órát. Nem tudom, mennyi hallatszott belőle, de el akarom érni a kompot. Egészkor indul. Van még 20 percem kb. Nem tököltem volna egy tennyit, akkor kényelmesebben elértem volna ezt a 2 órásit. Most egy kicsi szívás van. Nem akarom, hogy úgy érjek oda, hogy állj. Kicsit hajtottam volna, akkor meg lett volna. Hát most hajtok, aztán kiderül, mire elég. Csak ilyen föl le megy a parton ez az út. Most lemegy, de ott már látom, hogy megy föl. Meg lesz ez, főleg ha pontosan indul. Igen, jól néz ki a fjord környéke. Jó, mi? Nem erre megy, nem erre, nem ebbe a fiókban, hanem majd arra a túloldalra. Elcsüktem a grabancát. Így jön. Eszméletlen hely ez is. Mindenfele hegyek. Onnan jöttem. Az a szlogen. Az ott. Innen már nem tűnik olyan kicsinek, egy piskótának. Ahol néztem, ott barátságosabb volt. Lesz 5 autó, meg egy bicikli.
Hát, ha nem sietek, akkor határeset. Azt nem akartam, hogy az órom előtt csukják be a hajót. Ez így most korrekt. Ja, 14 óra 1-kor indul tovább. Következő 3-kor, úgyhogy... Túloldalon keresek valami helyet, és akkor ebéd. Na, már úton a kompal. 37 korona volt. És meg nem mondom, ez a fjord honnan jön. Atyám, az meg úgy néz ki, mint egy vulkán ott. Állat. Fel lehet ismerni. Ah, de jó. Kikötöttünk, és én itt letelepedtem. Ebédelni. Ennél jobb helyet enni. Itt vagyok Szébőben. Az utam, mai utam felén körülbelül. Ez a szébői templom. 1100 óta vikingek, vagy mit tudom én, miket ástak itt ki dolgokat, azóta van igazából fenn. 1500-ban épült az első csirke, ez nem tudom, hogy mikor, ja, ez lehet-e az, vagy nem. De ez tipikus norvég temető, hogy ennyire rendezett és füves az egész. Csak a sírkő látszik tulajdonképpen. Nagyon rendezett, nagyon szépen rendben vannak tartva. Norvég sírkertek. Itt csak ennyit akartam, egy kis kulturális dolog. Infót nem találtam a templomról, de folytatom az utat őrsta fele, 655-ös úton. Most olvastam a történetét, hogy a Szébő mit jelent. Hát a part mentén fekvő lakó hely. Tulajdonképpen, ha nem megy, nem vitték túlzásba. Szép minden. Tök cukik. Mi a fehér pamacs van a fejükön, de jó. Egy kilométer egyenes, se hó, semmi, kinyílt a völgy, hát a túloldalhoz képest ez kismiska, annyira kinyílt, hogy vannak hegyek, de nem olyan látványos. Meg kellett állnom, mert annyira meleg van, hogy ennyire. Ja, megmutatom az órán, de
Az úton fölforrad agyam. Mindjárt mutatom óra szerint mennyi. Az a 28 fok. Hát van annyi. Meg se nyikon a levegő. Annyira meleg van, és pont szemből süt. Úgyhogy még így is melegen van. Fú. Folyamatosan emelkedik. Elmúlt 3 óra. És 140 méteren vagyok. Nem olyan vészes, egy ilyen 4%-os körülbelül. És eddig mentem 35-öt. Nagyon nem kameráztam, mert nincs mit. Rengeteg tanya van, rengeteg büdös tanya. Mindenhonnan jön a szarszag. Alig győzök átjönni rajta. Vágni lehet a bűzt. Na majd még jövök, ha valami érdekesség van. Na, itt vagyok. Letértem az útról. Leszáguldottam majdnem 300-ról 100-ra. Most lesz meg a bőtje, mert most jön a szerpentin. Úgyhogy ezt választottam. Ez a rövidebb út, de szivatósabb. Ott van lent a tó. Az a tó túloldalán menne fel az út, szintén jön ebbe az irányba. Csak ott abba a völgybe megy föl. A nagy nyugalomba addig mesélek egy rövid sztorit, itt a, ahogy vártam a kompot, így láttam az egyik autóból egy ilyen respect nézést egy nőtől, hogy jól van, kisfiú, elismerem, egy szép kis túra lehet. Hát csak ennyi, ez jól esett. Egyáltalán nem jellemző. Ez ilyesmi. Na, itt még így egyenes az út. És akkor a szerpentin az ott az a hegyen. Ezen a hágón kéne átjutni. Ott látszik is. Bár most szembesült a nap, meg ott árnyékban van, de látszik a nyomvonal az útnak. Lesz egy pár kanyar benne. Izgalmas. Jó nyugis a vidék, de ez az írtás, ez nem tetszik. Azt nem tudom, hogy ezeket a kórófákat, ezt miért hagyták meg. Már láttam máshol is. Ki van száradva és meghagyták. Csúfságnak. Na jó, van kell a kezem most már, mert és már azért emelkedünk, már megint majdnem 200-on vagyok, egy olyan 350-re biztos fel kell menni. Ahogy néztem a számítógépen. Na, majd jövök még, ha lesz valami kilátás onnan. Nem szégyen, én tolom. Nem is méri annyi százalék. Ma amúgy 244 méteren vagyok, plusz még egy 6-ot hozzá lehet adni, 250, mert Szébőből eleve mínusz 3 méterről indult. Fjordnállől. Hát a mesztelenkedés és Norvégia az nem egy kalap alá tartozik. Ilyen a kilátás, közben onnan lentről jövök.
és ott a tó messze. Onnan jövök. Az, hogy itt most 20 akárhány fok van, ott kint az aszfalton 30. Ilyenben nem sok részünk volt. Ugye a szél se fújt, úgyhogy biztos, hogy azért tűnt melegebbnek. Jön egy autó, vajon. Szép ez a rész, ez a fenyves, mohás, keskeny út. Szép. Kíváncsi leszek, mi lesz fent a hágón. Épp azon gondolkodtam, hogyha nem megyek le a túloldalra, tehát a másik fjordot nem érem el, akkor nem lesz vízem levest főzni este. Vagy valahol kell találnom egy vízesést. Ha jól emlékszem, akkor fent van egy tó. De majd kiderül. Fölértem a hágóra. Most ez azt jelentheti, hogy 1903-ban ásták ki ezt az utat. Na, innen most lejt. Fú, izzadok valahol a fülönöm, miért fekszek, mert ilyen ragadósan nem lehet. Most itt van egy pad. Tök állat. 1903-1983. E kilátás ennyi. Nulla. Másik oldal. Nulla. Jó van. Én meg itt vagyok. Nyitom egyet. Most gurulok le. Lehet, hogy megnézem, hogy pontosan hol vagyok. Hol van a tó, mintha tavat láttam volna az előbb. Gép az jó bírja, viszonylag én is. És ott csillog a tó lent. Ott. És amögött már a fjord van. Hát nincs messze, pár kilométer. Na, fiúk, lányok, átértem a túloldalra. Ez már a valamilyen nevezetű fjord. Alattam van a főút. Meg ott van a pihenőhely, és akkor megyek arra egy keveset, és akkor elvileg kempingezni fogok. Meglátom, nyitva lesz-e. Mert itt nézegettem ezen az oldalon, ahol terveztem az alvást, hát itt nem lehet. Egyes, hogy meredek, nagyon köves és nagyon bozótos. Másik oldal meg meredek, mint az állat. Úgyhogy ha a kemping nem jön össze, akkor megyek tovább, aztán az első jó helyen sátrazás lesz, mert más nincs. Itt nem lehet. Följebb meg voltak hütték. Gondoltam, de bevackolom magam, de azért voltak autók is, szóval nem lehet tudni, hogy ki mikor jön ide. Úgyhogy inkább nem. Főverem ott a parkolóba, ott mekkora hely van. Vagy ott a füves placon, na, oda néz.
Oda bedzsindzsázok. Szegény a parasz lekombájnal. Ez egy jó szemléltető példa Norvégia geológiájáról, szerkezetéről. Itt van masszív kőtömb az egész, és van rajta talán annyi föld, hogy megálljanak a fák. Azta, alig van rajt föld. Nem semmi. Nyomorult fák. Na, előző felvételt azt vegyük semmisnek. Innen sokkal jobb a kilátás. Innen jöttem. Erről az útról. És egy jó kis utacskába torkollok. És a nap még mindig süt. Ha fel kellett öltözöm, mert lefelé vett, olyan hűvös volt. Főleg a fák alatt, hogy fú. Akár itt is alhatnák a lakókocsi tövébe. Vagy ilyesmi. Senki se szólhatna érte. Ha ő alszik, akkor sátorra miért ne lehetne? Na, mutatok egy kis tájat. Ezen az oldalon továbbra sem lehet, mert nagyon vadregényes, nagyon-nagyon vadregényes. Egy sátornak nincs hely. Hát térképet még elő se vettem, de nagyon volt rá szükség. Mindjárt becsatlakozok itt a főútba. Valamivel laposabb, de szét van túrva. Hát nem nagyon volt szembeforgalom. Igaz-e? Szembe, ha jött kettő autó, összvisz, az egész távon, vagy meg a hátam mögött, meg egy. Az pont a hágó tetején. Wow, kinyílt a táj szépen. Na, itt már ekkora füves platszon, apám. Ott meg nyírja a füvet. Itt fönn, hát itt sem nagyon. Na, ezt a jelenetet még fölveszem. Meg kéne tőlük kérdezni, nem elakhatok a... Ó, anyám, mekkora füves területük van, hát... Nehogy ma itt ne engedjen meg. Fú, de jó néz ki. Na jó van, becsatlakozok, majd még jövök, ha valami van. Hopp, itt nyitva is a kapurán vár. Csá. Mi az a grúdó? Volga. Megyek balra. Most oda tartok. Ott van a kemping. Kikerültem az alagutat. Ott jönnek ki az autók. És ott van, remélem nincsen tolongás. Szép nyugi van. Zuhanyzás közben. Jó meleg a vízi alaj. Kemping zuhanyzó, senki nincs szinte. Jobban nem állok fel. Ki van írva, takaríts magad után. Aztán ennyi. Hoppá.
Pont most aludt el a vizem, alatt a tűz. Amikor... Amikor ide ültem. Írja ki. Fú, de jó volt, fürödtem. Most alig várom a levest. Jó, hogy tovább jöttem, nem a dzsindzsába. Hát annyira nem dzsindzsába, jó kis hely lett volna, amúgy eldugott. De itt normálisan meleg vízbe le lehetett fürdjézni. 100 koronáért meg. Azért kultúrát jó, puha ez a fű. Valik van egy-két ember. Itt vagyok a parton, mindjárt megmutatom hol. Aztán amúgy fél, 3/4 hét van még csak. Mehettem volna, de később nem tudom. Fúj a hátam fel a szél. Jó, most a levesekkel foglalkoznom, ennyi volt, megmutatom, hol vagyok. Itt vannak csónakházak, lehet csónakot bérelni, itt a fjord partján. Na, megint elaludt. Ott meg megy le a nap. És akkor ilyen a kemping. Elég fix házacskák vannak, alig van ilyen szabad terület. Tulajdonképpen csak ez, ahol én vagyok itt. Egy itt is állítom fel. Majd még lehet, hogy jövök később. Hú, ez ám az élet. Megfőtt a leves. Hú, isteni. Aranyat ér. Pont eltaláltam. Kicsit sós, arra vágytam. És még mindig jó idő van. Simán 20 fok fölött. Majdnem volt 30 is arra. Komp után. Hú. Még van a szalámi, meg a kenyér, meg a paprika. Meg egy kis fanta. Jó, meg egy kis keksz is van. Eddig jó ez a nap. Ezt még elárulom, hogy kell fizetni itt. Senki nincs, semmi recepció. Ki van írva, hogy vagy bedobod a ládába a lóvét, amit kell fizetni, vagy Vipszel kell fizetni. Ez a mobilon keresztüli átutalás. Egyszerű. A Szabina így fizetett nekem most. Száz korona egy sátor. De már megérte ez a meleg víz, jaj. Meg ez azért a kilátás is jobb. Itt az erdőbe. Jobb a fű is. Messzebb van az úttól. Hát jó. Jó döntés volt, hogy kempingeztem. Még úgyse kempingeztem. Így biciklitúrám. Meg szerintem amúgy sem Norvégiában.
kávé. Ennyi. Reggeli. Fél öt van. Néma csend és hullószak. Jó hideg van. Ja, mondom mennyi. Kilenc egész hét. Ötvenhét kilométer volt tegnap. A másik mit mond? Nem töltöttem fel, nagyon ügyes vagyok, mindjárt lemerül. Ez azt mondja 62. Hatszázötvenet mentem színbe föl. Maximum 10%-os volt, átlagban 4%-os. 848-at le. Ez vissza kell szereznem ezt a 200 valamennyi különbséget. Vízálló a kicsike. És világít is automatikusan, nagyon ügyes. Hát eléggé párás minden, felhőbe burkolózott, a nap még messze jár, valahol majd ott kell, a sátor is vizes kívül. Nem valami jól aludtam, forgolódtam. A hálózsákot ezt nem nagyon nekem találták, nem. Szűk, nem mehet benne. Mosorogni. Meg ráadásul a gyengébbik hálózsákot hoztam el, és most kellett volna a jobbik. Igen, milyen a környék. Jaj. Nem fürdenék most. Tele van madárszarral. Összevisz cservákoltak éjjel ezek a dögök. Cseldek meg a sirályok is, sem megyek, mert itt tiszta szar. Minden itt anyáznak. Ja, le is merülök. Aksit kell cserélni. Csak ott zúg a vízes és azt hallani. Ilyen a kemping. Elég sűrűen vannak ezek a kis kunyhók. Ilyen szabad plac, ha valaki betoppan, nem sok van. Most eszek, aztán szétszedem a srátot, ezt tűzök. Már úton vagyok. Hány óra van? 5 óra. Úgy pár perccel. És eléggé sötétek arra a felhők. És csöpög is. Csak mondom. Ott lesz egy alagút. Ott. De valószínű kikerülöm. Még azon gondolkodtam el tegnap, hogy
Norvégiában még traktor van sok, és amellett markoló. Tegnap rengeteget láttam mindenfelé. Már 10 fok fölött van itt a hőmérséklet itt fönt. Ez szerintem egy családi vállalkozás volt ez a kemping. Volt egy nagy ház, meg egy tanya, istálló minden. És az alatta lévő füves részt, azt szerintem így hasznosították. Hú. Jó volt föltolni bemelegítésképpen, 50 métert a vicajt színbe, 50 méter. Na hát, remélem ilyen nyugi lesz egy jó darabig, amíg be nem indulnak a vállalkozók. Úgy még ijesztett ez a dög. Hát egy autósnak bazi ijesztő lehet ez éjjel. Most itt Fürdét kerültem meg, ahelyettől levágtam volna az alagútba. Most jobban jártam volna. Hát legalább láttam ezt is. Meg most akkor kiderült, hogy ez a fjord itt lent, ez az Austefjord volt. És most már eljöttem tőle. Ez most már egy ilyen lassú folyós rész tóval, és most visszaérek az útra, Bergen, Alesund. Hoha. Bergen, Alesund. Most meg kell néznem, merre megyek. Nem mindegy. Melyik volt melyik? Ja, Alesund volt, az nem. Az kizárt, hogy visszamenjek. Bergen Grodos. De jó kis házikó van ott a tópartján. Jó. Na, Bergen. Tudja, hogy Bergen. Honnan jöttem, úgyhogy arra vissza nem megyek. Az alagútba, de jött egy kamion, meg egy kis busz. Szóval majdnem elsodortak. Idióták. Megszokásból közlekednek. Ahelyett, hogy kinyitna a hülye szemét. Úgy ki vagyok világítva, mint az állat. Kis busz az még rám is dudált. Paraszt. Ez 2 kilométer, legalább nem ázok. Egyre jobban nekiérett. Azt még nem mondtam. Ha ez így fog esni egész délet, akkor szarra ázok, mire odaérek. Még van egy 40-es. Tegnapi nap teljesen ellentétje. Közben meg akartam nézni, hogy hol van ez a nagy alagút a telefonomon, 37%-ot írt. Repülőmódban volt éjjelre, hogy ne használjon semmit. Erre bekapcsolom a adathasználatot. Bepozícionálnám, hol vagyok. Erre azt mondja, leállítás, Android részvége. Lemerült. 37-ről. Most még majd megpróbálom, hát ha csak meghűjt. Pillanatra.
Ez meg emelkedik a tetű. Na. Uff. Abból jöttem. Az volt kettő. Ebbe bejöttem. Ez 6,5 kilométer. Anyám. Na, ezen túlélem, ja, ezt túlélem, akkor utána jön az elágazó pár száz méter, és akkor letérek erről a főútról, és akkor elkezdődik a hegymászás. Hát azért jobban érezni magam, ha sütne, nem esne, de annyiból jó ez az alagút, hogy legalább nem mázok. Ja. Megyek, amíg nincs nagy forgalom. Megálltam egy ilyen félreeső helyen, amely végig csak meredek partoldal volt. Hát ez már szenvedés. De esik. Plusz még ugye főfelé kell mennem. Fújt rám, igen, szél, már csak az kell, hogy fújjon. Tényleg más nem jelzik. Ez a nap, ez totál csőd. Ahogy elkezdtem reggelizni, elkezdett csöpögni, szerintem arra megy ez az eső. Remélem hamar megszűnik, mert ez így rohadt uncsi lesz ez a maradék. Nem tudom, 20 km van még az autóig, de hát ha így megy, akkor nem tudok mit kamerázni. A félig is látok a csuki alól. A fejemre csúszik. Van nálam egy pán, de abban még berohad a fejem. Gatyám már vizes. Azt nem hoztam. Ez van. Szegény madárkát elsodorta az autó szerintem. Most ide tettem a védett helyre. Még véletlen sem menjenek rá, hát ha magához tér. Így próbált repülni, de ez is megütötte a fejét, remélem, hogy sikerül neki magához térni, nem tudok vele mit csinálni. Na, ott az eső. Onnan jövök. Szépen fölfelé. Fújok egyet, fölértem egy domtetőre. Elállt az eső. Ez a nap híre eddig. Épi. Hát eléggé borult. Arra onnan jövök, mert még borultabb. Onnan lentre jövök. Nem is látni túloldalt. Erre talán már tisztább. De még mindig borul. Hű, mindjárt lemerül ez a nyavaja is. Még megyek egyet. Hát a tegnapi mesztelenkedéshez képest. Sapka. Kabár, pulóver. Ennyit erről, nem lehet itt tervezni, két napra se, pedig holnapra mondták az esőt. Erre tessék. Na, elmondom, kihasználom ezt a két napot, csak egyet sikerült. Ez a második már inkább kilódásról szól. Így, hogy nem süt, így nem sok hangulata van az embernek tekergőzni. Ez most láma vagy alpakka? Most nem tudom a különbséget. De milyen aranyosak ott a...
Apaka. Egyébként nem történik semmi különös. Ja, az előbb volt egy olyan, figyeltem, családi ház, gazdasággal, semmi kirívó, sok nem nagyobb, mint a többiek, de 7 traktor állt körülötte. 7! Lehet, hogy nem működött bele 5, de akkor is volt 7 traktoruk. Van 7 traktoruk. Durva. Ott is van, annál is háznál is van. Ott is van 2. Szinte minden ilyen nem a városi helyen, és főleg nem ilyen központosan elhelyezkedő falvaknál, hanem ilyen elszórt helyeken, minden háznál van traktor. Szép ez a vidék is. Jó kis túrákat lehet csinálni. Azt a múltkor lefigyeltem. Jobbra-balra széles ez a völgy, és nem olyan hegyesek a hegyek, mint a tegnap. Szelidebbek. Itt vagyok a Hornindal Brewery-nél. Ilyen a szép kis csúcs. Van egy út is, majd megnézem, hogy hova visz. Arra megyek tovább. Megint elkezd csöpögni az eső. Itt meg van egy kempünk. Azon gondolkodtam, itt Norvégiában nincsenek ilyen szétszórt italautomaták, pedig most jó lenne egy itt. Hiányzik az édes löty. Tegnap nem vettem sokat, az volt a baj. Ugye ma meg korán indultam, még nincs nyitva semmi, ráadásul ezen a részen aztán végképp nincsen semmi bolt. Úgy megszívtam. Na most ezt nézzétek. Itt a túloldalra átjöttem, ugye itt a kemping. Van ennek legalább valami recepciója, ki van rakva szépen, hogy van fagyi. De nyitva van vajon? Ha nem úgy néz ki. Kupi. Kupi az van. Pedig itt lett volna löty. Elhagytam az objektumot. 87,7. Még elvileg 9 kilométer. 331 volt a ennek a kis hágónak a csúcspontja. És szerintem ez a teteje, az előbb csak örültem. A teteje és az a megye határ is. Most már nem mondok semmit, de remélem most már lejt. Amúgy semmi érdekesség. Na, ezt is kiböjtöltem. Gurulok. Jipi. Öröm az ürömbe. Üröm az örömbe. Hogy esik. Na, talán most kezdek el gurulni, de még mindig 300 méterről. Kilométer van vissza, szerintem, másfél. Továbbra is esik az eső. Épp azon gondolkodtam, annyi jó van az egészben, hogy a tegnap irányba indultam el, a jobbik, a szebbik vidék felé a napos időbe. Szívtam volna, ha fordítva jövök. Hoppá, micsoda gát. Vagy zúgó.
már elkezdett tényleg lejteni. Végre. Én most kikapcsolom. Lehet az ábrázatom. Mindjárt odaérek. Még az óra szerint 100 méter. Megvárjam már. Megnézzük, megvan-e az autó. Ott a tegnapi völgy. Most nem lehet olyan, mint tegnap. Szó. Most már csak egy dolognak kell stimmelni, hogy az autó meglegyen. Ezzel mindjárt lefagy. Ó, ott van. Ott van. Remélem nincs, hogy kerékbilincs. Ilyenkor jó, a visszapillantó. Na hát már csak egy jelenetre nem maradt energia az aksiba. Kézi tulajdonképpen kibírta a túrát egy aksival. Most erre a jelenetre ki kellett cserélnem. Az van, hogy... Na, ez is jelzőnymerülő, ez is kibírta egy napot. Azt írja, ez a GPS-es kilométer óra. 1166-ot mentem lefelé. A legnagyobb százalék az 18% volt lefelé. Fölfelé 1089-et mentem összesen, 380-at egyszerre a legtöbbet. 10% volt izé. Jó, azt már láttuk. Most 195-ön vagyok. Ennyit mutat ez. Kilométerbe 97,8, tehát 98 kilométer. És 7 óra 57 menetidő. Jesszus! Ezek az adatok. Összegzésként meg annyi, hogy megmutatom, hogy mi folyik itt alul-e. Annyit, hogy tegnapi nap az tök szuper volt, a mai az ellentétje, tök szar. Kukába vele. Van egy sebessége. Ott folyik a sima. Ez meg itt az erőműből. Raftingos legyen a talpán, aki ezt megüli. Na. Jó van, ennyit erről. Itt a vége.
Hát lehet, hogy ez volt az utcsó túrán, majd meglátjuk. Elfáradni elfáradtam, főleg ma. Úgyhogy... De azért... Tulajdonképpen, hát majdnem egy nap alatt megfordultam, mert még nincsen 11 óra. Pont egy óra hiány egy napja indultam el innen. Na ja, csá!